az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. A Korona Tanú című dokumentumfilm Arany Bálint sorsán keresztül mutatja be a II. világháború után kiépülő diktatúra eszköztárát és az első magyarországi koncepciós pert. De vajon hogyan alakult a több párt rendszer az 50-es években, és milyen valódi hatalmi politikai szándékok húzódtak meg a köztársaság megdöntésének vágyja mögött? Ez itt a kérdés. kezdő. Érkezik hozzánk Földváriné kis Réka. A történés szerint Arany Bálinték története a nemzeti függetlenségért és a demokratikus berendezkedésért vívott küzdelem évtizedekig elhallgatott története. Végtelen öröm és megnyugvás volt bennem. Végre hónapok szörnyűségei után elmondhattam az igazságot. Arany Bálint szavait már Szekér Nóra az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának kutatója idézi. Velünk lesz nagy Pintér Jolán a Gulág Alapítvány elnöke is, aki azt mondja, emléketeket őrizzük, elveiteket megtartjuk. És csatlakozik hozzánk Kis Dávid, a Veritas történetkutató intézet és levéltár tudományos munkatársa is, aki József Attila a Dunánál című verséből kölcsönöz. Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk. És nem is kevés. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy eljöttetek. Műsorunk után kezdődik itt az m a Korona című film, az 50-es évek konce első koncepciós, sőt 40-es évek első koncepciós peréről, és nem a Rajkperről, mert a köztudattal ellentétben nem a Rajkvert volt Magyarországon az első komoly koncepciós per, az első ilyen volt ez a Magyar Testvéri Közösség pere, ugye? Jól tudom. Réka. Hát az első nagy koncepciós persorozat, hiszen itt gyakorlatilag egy persorozatról Na ez az, hogy itt ezt megtervezték rendesen, tehát nem egy perről van szó, hanem egy egész sorozatról. Ez egy egész sorozat, ugye 47 elején, 46 vége, 47 eleje, amikor ez megkezdődik a sajtókampány, tehát amikor már a nyilvánosság elé tárják ezt az egész ügysorozatot, és itt tulajdonképpen ennek több szintje van, hiszen részben a kis ami ugye egy kormányzó párt, Tulajdonképpen a, a nem kommunista erőknek egy gyűjtő pártja 45 után, tehát részben a kommunista párt legfőbb politikai riválisával szemben egy célzott támadás, de hogyha mélyebb rétegeit nézzük ennek a pernek, akkor azt lehet mondani, hogy a nem kommunista polgári erők, tehát a társadalom különböző csoportjai, rétegei ellen is támadás indult, tulajdonképpen annak a annak az alternatív kormányzó erőnek és, és társadalmi bázisnak a megtörésére szolgál ez a persorozat, ami egy, hát ugye ami a nagy reménység az az, hogy a békeszerződés után, hogyha esetleg a szovjet csapatok, elhagyják az országot, és egy valóban demokratikus berendezkedésű ország építésére sort lehet keríteni, akkor kik lehetnének azok az emberek a kultúrában, a gazdaságban, a politikában, tehát a, a, az élet különböző területein, akik ezt az országot föl tudnák építeni, és tulajdonképpen ez a persorozat ezeknek az embereknek a megfilmítése kiiktatásáról szól. Mondjuk röviden, talán definíciószerűen a percéját így lehet összefoglalni. Ne vegyétek tiszteletlenségnek, de azért ilyenkor, mint történészben is fölmerül az a kérdés, hogy tényleg ennyire, és ez mindenkihez szól, tényleg ennyire naív volt a magyar politikai és közélet, hogy Teheráni Alta és Pozdam után elhitte, hogy ebben a térségben valódi demokráciát lehet fölépíteni? Dávid. Ez egy érdekes kérdés, és szerintem nem, nem fogjuk tudni ezt teljes mértékben megválaszolni. Számomra az a legérdekesebb ebben, hogy 1939-ben, amikor a Szovjetunió először elfoglalja a balti államokat, erről tudósítanak a magyar újságok. Nem és nem. teljesen tisztában vannak onnantól kezdve a politikával foglalkozó emberek, és nem csak maguk a politikusok, hogy ennek mi a metódus, ez hogyan történik, hogy először bemennek oda a szovjet csapatok, manipulált választásokat tartanak, a helyi kommunistákat segítik ennek során. Tehát a recept az tulajdonképpen már 1939-től kezdve megvan, és ezt a receptet alkalmazzák majd 1945-től Magyarországon, illetve a többi más megszállt országban is. Tehát ez, és sőt, a későbbiekben is adott esetben ehhez nyúlnak, illetve nyúltak volna, ha kitört volna egy harmadik világháború, de ez nagyon elvinné most a témát erről beszélni. Én azt gondolom, hogy ugye mi nekünk könnyű emlékezni, mert tudjuk, hogy mi történt, de azért, és itt van egy felelősség is. Tehát az, aki egy adott korszakban él, és azt mondja, hogy itt minden elveszett, és akkor az azt jelenti, hogy feladok mindent. Tehát, hogy itt ezt meg lehet közelíteni a naivitás oldaláról is, de ugyanakkor szerintem a másik oldalon meg ott van az, hogy van egy élethelyzet, van egy történelmi szituáció, és abból a történelmi szituációval feladjuk el a reményt bármire, vagy, vagy pedig azt mondjuk, hogy amit lehet, megpróbálom, nem azért, mert feltétlenül naív vagyok, hanem mert ez a kortási felelősség. De én úgy gondolom, hogy azért ehhez ez is hozzáállt. Ez egy nagyon fontos szempont egyébként, azt gondolom. Jolán, szerinted mennyire volt naív a magyar-demokrata közösség abban a korszakban? Az én szüleim névén ez az idő igazából kimaradt az ő életükből, mert ők ezt az időt nem töltötték Magyarországon, mert 45-ben Szovjetunióba kerültek. Hát mondhatjuk úgy, hogy koncepciós per nélkül. Tehát én mindig annyira érdeklődéssel figyelem ezt a korszakot, mert csak a tanulmányaimból és a, a, az mostanában, ugye, amióta a Szekérnóra is feldolgozta ezt a ma magyar testvéri közösségnek a perét, tudom ezeket. Tehát nagyon érdekes számomra minden, amit hallok ebből a korból. Szerintem Szerintem nem volt naív, én, én ahogy így, így visszagondolnék, vagy, vagy ahogy, ahogy utána olvastam erről, meghallottam róla, én... én ö, ö, hát... Jó, akkor voltak illúzióik, csak ebben az a tragikus, és ez a, a te sorsod és a szüleid sorsa, hogy ők nekik már illúzióik sem lehettek, hiszen ők azonnal megtapasztalták azt a brutalitást. Igen, hát mivel fiatalok voltak, nyilván voltak illúzióik, mert 16 éves emberről és egy 18-19 éves emberről beszélünk. Tehát. Nem nem nagyon tudta erről, mert ugye 40 évig nem beszélhettek róla, tehát nagyon sok idő kimaradt ennek, a, ennek az egésznek a, a közvélemény számára hirdetéséből, és nagyon sok, sokan nem is tudtak róla, és mivel 40 évig volt egy olyan oktatási rendszer, ami nem beszélt erről, ráadásul a kommunisták nagyon tudták, hogy hogy kell embereket elhallgattatni és, és zsarolni, én inkább erről tudok beszélni, hogy hogyan éltek a hazajövetelük után ezek az emberek, és amit hallottam tőlük ugye a leventességről, szerintem, szerintem, szerintem illúzióik voltak, de aztán valahogy elvesztették őket. Jó, akkor a demokratáknak tekintsük mondjuk demokratáknak kisgazdapártot, talán még a parasztpártot is már bár ott azért elég erőteljes volt ugye a a, a satelit jelleg. Kaszfordstamaknak e egy vonalát is. Igen, e a da is. Jelkül. Tehát voltak illúzióik a, a racionális és, és, és egészséges együttműködéssel a, a, a kommunista párttal kapcsolatban, mert hogy az együttműködés az kötelező volt. Tehát az faktum volt, bejöttek az oroszok és azt mondták, hogy ez van. Pontosan, tehát itt ugye alapvetően egy, egy a szovjet hadsereg által megszállt országban vagyunk, amelyik nem teljesen, amik nem független, tehát nincsen szuverenitás. És tulajdonképpen a, én a Nórának a gondolat menetére csatlakoznék rá, mert azt gondolom, itt két, két sikon kell látni a dolgokat. Egyfelől az, hogy nyilván ezeknek a politikusoknak is egy csomó információ a birtokában, van. Tehát az, hogy több százer embert elvisznek a gulágupi táborokba, az egy, hogy mondjam, az egy, az egy olyan adottság, amivel a politikusoknak szembesülni kellett. Hát pontosan látják azt, hogy, hogy milyen letartóztatások, internálások vannak. Tehát a magyar közösség peres tulajdonképpen csak a, a folyamatnak a, a vége, hiszen itt 45-től kezdve már akár a magyar közösséghez tartozó huldudvarból tartóztatnak és internálnak le embereket. Tehát egyfelől nagyon is tisztában vannak a belső viszonyokkal. Tehát pontosan tudják azt, hogy a politikai rendőrség az első persze a kommunista pártnak a, a kezében van, hogy saját maguk nem tudnak ügyeket ö, kiárni, hogy hogyan frémtenek meg egyházi embereket, stb. Tehát szerintem egyfelől van egy csomó ilyen információ, és a, a másik pedig az, hogy hogy egy nagyon szűk mozgástérben meddig tudok elmenni. Tehát hát abban lehet adott esetben illúzió, vagy az, amit ma mi jobban látunk ennyi év táblatából, hogy hol voltak ennek a. a mozgástérnek a, a határai. És az, hogy, hogy ez, ez hogy fog eldőlni pontosan a békeszerződés után, itt, itt talán lehetek illúziók, hogy pontosan milyen lesz a berendezkedés, hogy, hogy egy kommunista dominancia mellett ez a, a teljes politikai elitnek a, a letartóztatásával és részben fizikai megsemmisítésével, meg, meg internáló táborákba zárásával fog végződni. Ebben nem vagyok biztos, hogy ezt pontosan látták, hát akár Nagy Ferencnek a emlékiratait is, hogyha ha nézzük, akkor, akkor, itt azért azt gondolom, hogy voltak, akik azt gondolták, hogy jobban tudnak a rákosékkal tárgyalni, voltak, akik szkeptikusabbak voltak, de azt gondolták, hogy amíg lehet, addig mindent meg kell tenni, tehát ez a felelősségfaktor, ez szerintem nagyon, nagyon fontos. Azt is gondolom, hogy, hogy elkép, különböző elképzelések lehettek kapcsolatoktól függően arról, hogy, hogy a nyugattól milyen támogatást, mozgástért, tágítást remélhetek. De ne felejtsük el, itt azért voltak angol száz kapcsolatok, akár a kiskazdapárt, akár a szocdemeknek a vonalát nézzük, tehát hogy, hogy ez sem dőlt még el teljesen, hogy itt mondjuk milyen nyugati jelenlét lesz 46-47-ben, mi talán ebben is lehettek ma már látjuk, hogy hiú remények. Hogyha mondjuk a realitásokat nézzük, akkor mondjuk például a, az amerikai Egyesült Államok katonai potenciáját összehasonlítjuk a Szovjetunióéval a II. világháború után, akkor azért, hát úgy gondolom, ha ott akkor kirobban egy világháború, azért az erőviszonyok az atombombával rendelkező amerikai Egyesült Államok felé dőlnek inkább, tehát hogy, és ez egy realitás, az egy más kérdés, hogy a dolgok politikai síkon egész más, hogy formálják a realitást, de, de hogy itt azért ez egy nagyon nehéz ezt megítélni, hogy adott pillanatban mi tűnik reálisnak, mi a reális, és nem mindig a legreálisabb verzió valósul meg. Jó, hát Tehát akkor mondjuk úgy, hogy voltak várakozások, tártozik. voltak elképzelések, és ezek később illúziókká. <laughs> Váltak. Így hozta a sor. Így hozta a sor. magyar testvéri közösséget ért vádak, azok igyekeztek ezt a társaságot egy olyan, hát, terrorista szervezetként feltüntetni, amelyik azt a célt szolgálta, hogy konspiratív módon megdönti az 1945 után megszülető demokráciát. Tehát ez volt a vád, amivel ugye a nagyon szigorú ítéletek és az egész persorozat illette ezt a magyar testvéri közösséget, as koncepció eredménye. Ez volt a koncepció. Ez volt a koncepció. Mi volt valójában a És A valóságban pedig ez egy olyan társaság volt, ami hát Magyarországon a trianoni békeszerződés után kezdte meg a önszerveződését. Egyébként felhettehetőleg Erdélyben nyúlnak vissza a gyökerei, és egészen hosszú időszakra, tehát itt a, a, akár itt a török Habsburg kettős nyomás alatt egyfajta függetlenségi cél Követett, és itt a függetlenség az egy fontos dolog. És a, tehát a Trianoni Békeszerződés után ilyen társasági jelleggel szerveződő társaságról van szó, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a kapcsolatrendszeren keresztül megpróbálják a magyar érdekeket minél hadhatósabban érvényesíteni. Volt valódi befolyásuk bármilyen is? É, igen, é, volt. És itt, amit még szeretnék hangsúlyozni, hogy azért itt és ez is egy fontos dolog, hogy az, hogy ők ezt megfogalmazzák, hogy a magyar érdekeket szeretnék hathatósabban érvényesíteni, viszont ezt nem kötik se politikai irányhoz, nem dolgozzák ki, hogy ezt ők milyen konkrét lépésekben képzelik el, hanem minden olyan vonulatot, minden olyan személyt, erőtényezőt támogatnak a háttérből, elsősorban a kapcsolatrendszerükön keresztül, amiben ezt a szándékot látják. Ez azt is eredményezi egyébként, hogy ez a társaság alapvetően Sokszor egymással nagyon szemben álló politikai irányvonalakat is támogatott, de amiben ez a szándék benne volt, azt ők támogatták. Mondhatjuk azt, hogy egyfajta civil szervezet volt az akkori viszonyok között? Nem egy politikai, hanem egy mozgalmi szervezet, ja. ami háttérből, és hangsúlyozom itt elsősorban egy kapcsolatrendszer, egy háttérsegítség, és nem egy háttérhatalom. Maradjunk még ennél? Másoktól is kérdezem. Mert Nyilván utána néztem ennek a dolognak, a te PSD-ben is utána olvastam ezeknek a dolgoknak, de azért nyilván a nézőkben is fölmer a kérdés, hogy mekkora, mekkora valódi befolyása lehetett egy ilyen szervezetnek? Mit tudunk erről? Volt. Tehát itt, amit a Nóra elkezdett mondani, hogy ez nem egy... De mikor volt valódi befolyása a két világháború között? Vagy pedig nem véletlenül kérdezem ezeket, mert utána lesz egy idézetem, tehát hogy mennyire nem haladtuk meg a 40-es éveket, ez egy nagyon fontos momentuma lesz ennek a műsornak, bizonyos szempontok szerint. De, de mekkora befolyása volt a második világháború után ennek a szervezetnek? Kinek a szatellit szervezete volt? A kisgazdákhoz kapcsolható, nem, nem, a saját szervezetük volt, és hogyha ugye ma nagyon sokat Mekor beszélünk. a politikai a kapcsolati, befolyása volt. Nagyon sokat beszélünk a kapcsolati tőkéről. Ma ez egy, ez egy kulcsfogalom, és amiről a Nóra beszélt, hogy itt nem feltétlenül direkt politikai befolyásra kell gondolni, hanem inkább arról, hogy tehát itt tényleg ez egy, ez egy nagyon heterogén társaság, akik nem tudtak egymásra, nem egy nyilvános tag lista volt, ez egy titkos szervezet volt, ugye 45 után, 45, 45, előtt, 45 után ez formálisan nem szerveződött újra, de nyilván a kapcsolatok azok, azok megmaradtak. És itt különböző elképzelések mentén a közös szél az, az tényleg a, hogy mondjam, valami fajta független Magyarországnak a fölépítése, és azoknak az embereknek, akik, akikben bizalom van, akikről tudjuk azt, hogy hasonlóképpen gondolkodnak a legfontosabb kérdésekben, azokat próbálták helyzetbe hozni, akár egy, egy az állami gazgatásban, akár a, a gazdasági Volt politikai a Hát a kisgazdapárton keresztül Ö, hát akkor Volt nem... politikai kapcsolat. Hát hogy ne lett volna a politikai kapcsolat? Igen, de ez nem persze, egy irányú. De ez nem lehet egy azt mondani, direkt... hogy a közösség a Kisgazdapártban van jelen, ott is jelen van. De jelen van például egyébként a Szociáldemokrata Párt bizonyos vonalaiban, még akár a vagy a Kommunista Pártnak a frakciós vonulatában is megtalálható. Tehát, hogy ő itt nem szabad, és egyébként maga a Per is igyekezett a közösséget egy ilyen nagyon leszűkített politikai vonalra állítani, hogy ez egy. Télső jobboldali, vagy akár jobboldali, de nem. Tehát nem egy retrográd szervezet Nem, volt. nem, de... Demokratikus szervezet Demokratikus volt. szervezet, ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogy titkos társaságról van szó, de... de Miért itt nem, titkos hogy itt ők a politikában is érz, is egy olyan terület, ahol igenis a magyar függetlenségi gondolatot támogatni kívánják de ez nem lehet leszűkíteni se egy pártra, se kizárólag egy politikai irányvonalra. Ez egy nagyon szélesen értelmezendő szemlélet, megközelítés. Nemzeti szemlélet, mondhatjuk. Így van, és ez akár a kultúrában, akár a civil életben, akár a politikai életben jelen van személyeken keresztül, és a személyek közötti kapcsolatok megteremtése teremt egy nagyon komoly, tőkét, szellemi tőkét, összekapcsolódást és erőtényezőt. Miért a kommunisták a... szempontjából, hát a kommunisták veszélyes. szempontjából abszolút veszélyes, tehát hogyha úgy teszem fel a kérdést, hogy a kommunisták érezhették-e azt, hogy itt van egy, van egy, valós alternatív szerveződés, igen, érezhették, csak De nem, nem abban politikai összes. szervezet, tehát egy háttérszervezet volt. Az ő vetétásuk az 1945-ben győzel, dicsőséges győzelmet arató kis gazdapát volt. Na jó, pontosan egyébként ez nagyon fontos, és ez, hogy ha hogy mennyire veszélyes volt és milyen erőtényezőt jelentett a magyar testvéri közösségén, azt gondolom, hogy erre talán a legjobb bizonyíték, hogy le akartak vele számolni. Fel akarták térképezni ezt a kapcsolatrendszert, és ki akarták vonni nem csak a politikai életből, hanem a közélet nyílt szintereiből, ezt a kapcsolatrendszert a kisgazdapárt, mint politikai párt kevésbé veszélyes, mint a mögöttel álló civil szféra és szellemi ö, hátország. Az mindig egy sokkal nehezebben kezelhető dolog. Egy politikai pártot elintézni sokkal egyszerűbb, és egyébként ezzel a perrel a kisgazdapártot lényegében olyannyira meggyengítették, hogy innentől nem jelentett veszélyt, de a közösség kapcsolatrendszerét egészen a 70-es évekig figyelték, mert Számukra, ez volt az, amit sokkal nehezebb kézben tartani, és ugyanakkor folyamatosan jelenlévő szellemiségnek ad egy olyan összekapcsolódását, ami már veszélyes tényező. Ez kirakat volt, maga a per vagy pedig valódi problémát akart megoldani, vagy pedig statuálni akart. Például statuálunk, tessék. Ha kell, akkor felakasztunk egy országgyűlési képviselőt, miért ne tehetnénk meg? Gyakorlatilag itt mondhatjuk azt szerintem, hogy egy legálisan működő szervezetet úgymond göngyölítenek fel és kriminalizálnak. És ami érdekes tulajdonképpen számomra még ebbe a magyar testvéri közösség perbe, hogy van más olyan per, amit például ennek a mintájára készítenek elő, illetve csinálnak meg ez a Tóth Árpád és társainak a pere, ott nem kötnek fel egyébként senkit, vagy nem akasztanak fel egyébként senkit, de ott is több, több ilyen másod-harmad vonalbeli kisgazda vezető van, például a Vidovics Ferenc, akit ilyen módon próbálnak meg kivonni a forgalomból. Tehát azzal, hogy két dolgot össz összemosnak, egy legális dolgot kriminalizálnak, ezzel sikerült tulajdonképpen azt elérniük a magyar testvéri közösségperben, vagy ugye az előbb tehát perben is és társai perben, hogy azokat az embereket, akik számukra veszélyt jelentetnek és ez, ez szerintem egy, egy kulcs tényezve itt a 46 végétől kezdve, tehát 46 vége felé már, már azért tisztában vannak azzal, hogy hogy előbb-utóbb meg fogják kötni a békét, és ugye a békét ugye 47 elején alá is írják, és ez egy forduló hoz egyébként, ha megnézzük a, a történéseket, hiszen ugye a, a béke aláírását követően ö, citálják be az András út 60-ban Kovács Bélát, majd elrabolják, majd ugye itt a, a perre hivatkozva lemondatják Nagy Ferenc miniszterelnököt, Kovács Béla az, aki utána 8 évet a gulágon sikeresen eltölt. Igen, és tehát, tehát, tehát itt az a cél ezekkel a perekkel, hogy, hogy, ki, hogy, hogy tényleg azokat az embereket félretegyék, akik, akik potenciálisan veszélyesek az ő számukra. És, És akkor el, most, most jön, pont azokkal kezdik. Igen, bocsánat, de most jön az, amit, amit Jolán, te a, a szüleitől megtapasztaltál. Milyen az élet a gulágon? Mit meséltek el neked a szüleid? Amikor a négy, négy tagú szervezet, aki úgymond szervezetnek minősítettek, egy igazából egy baráti társaság volt, és illúziókkal teli, ö, ö, két fiú és két lány találkozgatott. És akkor egyszer csak történik egy, egy ilyen történet, hogy, hogy értem ennek a Bartok út egybe például az anyukámért, mert egy notezban megtalálják a nevét, és aztán ez kiderült az AB állambiztonsági levéltárból, hogy ő egy a Geyer Florian fasiszta szervezetnek volt a vezetője, tehát gyakorlatilag ez is egy koncepciós, hát nem per, hanem egy gyanúsítás. Milyen jó egyébként, hogy Geier Florian jó volt a fasiszták, vagy a náciknak is, meg a kommunistáknak is, és, bocsánat, és ez, csak ez, ez, már sokkal, ez, már sokkal, ez már a, rendszerváltozás után derült ki, amikor lehetett nekünk ugye érdeklődni és bemenni, hogy valójában miért, mi, miért ítélték el az 58-as paragrafus alapján, mert amikor aláírat akkor orosz nyelven egy papírlapon rajta volt egy, egy, egy vád, ami ne, amit nem volt bíróság, tehát nem volt tárgyalás, tehát hogy hogy veszhetett el, folyamatosan ezen gondolkozom, az illúzió, és közben 47-ben megtörténik ez a, ez, a, ez a, bizonyos koncepciós per, hogy a nagyszüleim, akik, akik azt se tudták, hogy hova vitték a lányukat, hiszen kerestették, és Rákosi elvtárstól azt a választ kapták, hogy, hogy a Szovjetunióban nincsenek már hadifoglyok, 47-ben, mert a, a Szovjetunióból már hazajöttek, akiket, akiket elvittek, tehát ez egy hivatalos levél, nem az, nem az én nagyszüleim kerestették, hanem az a, az a lány, akivel elvitték anyukámat, az ő szülei, meg is van ez a levél, keresték, hogy, hogy, a, hogy a lányukról mondjanak már valamit, tehát hogy veszhetett az emberek, a kisember illúziója ebben az időszakban, amikor ugye az első levél 48-ban jön haza, van, aki nem is tudott levelet írni olyan ez alatt a tíz év alatt a szüleinek, tehát hogy milyen érdekes, hogy, hogy én a kisember szemszögéből látom, amit ugye a történészek mondanak, hogy, és folyamatosan azon gondolkozom, hogy, hogy az emberek az embereknek vajon mi, el, milyen hatott a fejében, hogy mi lesz még itt, és amikor ugye hazajöttek, és, és már, már, ugye én is, az én értelmem megszülettem, és kezdett éledezni, hogy én folyamatosan hallottam ezeket a dolgokat, hogy öt, hát 56-ban még csak visszaemlékedéseket a későbbi életemben. De hát, hogy szóval milyen szörnyű korszak volt ez, és hát mivel nem beszéltek róla, mennyire kimaradt egy csomó minden, amiről, amiről nem tudnak az emberek többek között erről a gulágon való életről sem, amit el se tudott képzelni a polgári neveltetésben részesül édesanyám, hogy ő valaha oroszul fog perfekt beszélni. És ezt el is mondja, hogy, hogy aztán a későbbi visszaemlékezéseiben, hogy, hogy, hogy perfekt megtanult oroszul, de ez lánykorában eszébe nem jutott. Tehát, hogy milyen az életek, hogy, hogy, és, és tényleg hallottam nagyon sok olyan nevezetes emberről, akikről ti is beszéltek, Kovács Béláról is, meg hogy ők is a gúlágon voltak, illetve hát, hogy, hogy elvitték őket a Szovjetunióba. Tehát folyamatosan beszéltek róla ezek a volt foglyok, és, és ismert emberekről beszéltek, mert ugye ők kis emberek voltak, és hát akiket én ismerek, azok, azok általában kis emberek, akik élnek még ők is, de hát túlák túlélők, ugye végig, végig szebb vették. Sajnos a, a ismertebb emberek közül kevesen jöttek haza. Tulajdonképpen most a filmről akarunk mi igazán beszélgetni, de ez a viszonylag hosszú bevezetés azért tartott, mert ugye most ott tartunk, hogy megpróbáljuk azt a korszakot föltárni a valóságnak megfelelően és egy reális történelmi átadni annak a fiatalságnak, akiket egyébként ez a Koronatanú cím, című film is megcéloz. És hogyha az ember mondjuk a legnagyobb kereső oldalakon beüti azt a címet, hogy Magyar testvéri közösség, amely, mint kiderült, alapvetően egy demokratikus civil szervezet volt, amely segített volna részben a kisgazdapártnak, részben pedig úgy tűnik, hogy minden politikai erőnek abba, hogy valódi demokratikus átalakulás menjen végbe. 2022-ben ilyen meghatározást találunk a magyar, között, magyar testvéri közösséggel kapcsolatban. Irredent a nacionalista titkos félkatonai szervezet az 1930-as évek elején alakult, több ezer tagú felépítése, konspirációs rendje és sajátos nyelvezete az ősi magyar katonai szokásokat követi. Bocsánat. Nem ez volt. De ezt tanulják róla. Szóba kerül, hogy egyébként nem igazán voltak fasizták és nácik, mert hogy bizonyos értelemben harcoltak ellenük, majd pedig bejön megint csak a, a per, amiről beszéltünk eddig, és így fezék be, ami illegalitásban maradt többség, a letartóztatásoktól kezdve külföldre szöktette vagy bújtatta a veszélybe került vezetőket a magyar testvéri közösség vezetőit, és tagokat, például Salátakálmánt, Jackó Pált, Varga Béla képviselőket, Nagy Ferenc miniszterelnököt. Na és akkor most tegyünk igazságot, és most jön a Koronatanú című film. Mert hogy azt hiszem, hogy azokat, akik ezt bevették, meglehetősen indoktrinációs jellegű maga a szöveg és számomra a marxista történetírás toposzait idézi, ahhoz képest, hogyan lehet helyre tenni ezt a történetet, Arany Bálint történetét. Ami ennek a filmnek talán az erőssége, hogy, hogy egy sorsot kiemel, és egy, egy, egy olyan helytállásnak vagyunk a tanúi, ami, ami egy nagyon komoly erkölcsi helytállás. Tehát itt tényleg rengeteg politikai kérdés, ennek nagyon sok szintje van, Szovjetunió, a hidegháború, stb. stb. tehát rengeteg dolog de, de itt egyrészt ugye egy olyan társasággal találjuk magunkat szemben, akik az ellenállásból indulóan egy nagyon szoros baráti közösség. Tehát ugye a filmben majd ez látható. És lényegében ők jutnak el oda, és itt megint a naivitás kérdése, hogy teljesen tisztában vannak azzal a veszélyes helyzettel, ami rájuk vár 1947 karácsonya, vagy 47 ö, évelején. Tehát, hogy ők készülnek a letartóztatásukra, és azzal is tisztában vannak, hogy az, ami rájuk vár a letartóztatást követően, az az nem az igazságról fog szólni, hanem egy nagyon komoly próbatétel. És ők igyekeznek egyébként a saját igazságukat, a, a, a saját értékeiket. Ö, ö, megvédeni, és az az eltorzított koncepció, ami, ami, ahogy ők a nyilvánosság elé kerülnek, hogy ez mennyire nem igaz, én úgy gondolom, hogy Arany Bálinnak óriási szerepe van abba, hogy, hogy már akkor 1947-ben a közvélemény kapott egy fogódzót, amiből elindulhat, hogy ennek mennyire torz és koncepciós háttere van, és úgy gondolom, hogy ez mai napig is nagyon nagy segítséget jelent a történészeknek is, amikor azok, akik ezt átélik, azok fogalmazzák meg pontosan azokat a pontokat, hogy hol lelkileg is milyen módszerekkel, milyen technikákkal torzították el az ő gondolataikat. Ilyen szempontban én azt gondolom például, hogy Donát Györgynek az utolsó szójogán elmondott beszéde is nagyon fontos fogódzókat ad abban, hogy mi volt az a módszertan, ami nagyon finom fogalmak torzítása, a lelki kényszerek sokaságán keresztül próbál eltorzítani egy nagyon komoly történelmi hagyományt, itt a függetlenségi gondolatot, és azt gondolom, hogy ennek a emelletti kiállásról szól a film, nem csak ennek a 47-es pernek a feldolgozása, hanem, hanem egy bizonyos értelemben egy átörökítés, egy értéknek az átörökítése. Itt a Nórához csatlakozva, én azt gondolom, hogy, tehát, hogy ezek az idézetek, amiket hoztál itt, azért egy nagyon komoly vitában, illetve vita előtt állunk még azért ez a történész és a közéleti diskurzus is, mert, mert kétségtelen, hogy a magyar közösség benne van a hortikorszaknak a társadalmában. Tehát azok a problémák, társadalmi kérdések, szociális kérdések, a zsidó kérdés, a, a német kérdés, minden-minden valahol leképeződik persze a magyar közösségnek a, a működésében is, és miután ez nem egy párt, hanem egy mozgalom, aminek a, azért a, hogy mondjam, a, a politikai paletta, ha tetszik, a, a szél baltól, a szél jobbig megvan, tehát, hogy lehet a magyar közösségi tagok közül olyanokat találni, akinek vannak olyan inkriminálható mondatai, amikre utána rá lehet húzni azt, hogy igen, ez fasizmus, meg antiszemita és egyebek. Na most ezzel operál a kommunista párt, hogy kiszedi ezeket a mondatokat, és általánosítja a magyar Az közösség egészére, egész persze. Hát maga és A horti fasizmus, mint kifejezés, is egy abszolút történet. Így van, tehát itt nekünk, nekünk foga ahogy a Nora is mondta, itt a fogalmakat újra kell tisztázni, ezek biztos, hogy fognak vitákat indukálni, és és nem fehér és fekete nagyon sokszor a, a történet Segít a fogalmak újra rendezésében és újraértelmezésében ez a film? Én azt gondolom, Béka. hogy ez a film abban segít, hogy megmutassunk attitűdöket, tehát, hogy, hogy amit a Nóra is mond, hogy itt egyéni sorsokon keresztül részben, hogy mondjam, mutassuk azt, hogy nem igaz az a nagyon sokáig tovább élő, és talán ma változó történelmi értelmezés, hogy az ellenállás az csak baloldali lehetett, vagy csak kommunista lehetett. Tehát, hogy itt volt jobboldali ellenállás is. Hogy az ellenállás, akik a német, ugye a német Hát azért már elismerték. <laughs> ez egy másik és nagy téma, és most nem menjünk bele. Tehát az, hogy hogy, hogy maga az ellenáll, a németelenes ellenállás az nagyon különböző szellemi körökkel. És ebben benne volt, a, és ebbe benne is. volt a, a, a közösség, ennek van a közösségen belül, van egy nagyon erős demokratikus hagyomány. Tehát, hogy én a aláírom, hogy nem minden közösségi tag volt száz százalékig virtigli demokrata, de egy nagyon erős és a közösségnek meghatározó személyiségei között egy nagyon erős függetlenségi és demokratikus demokratikus hagyomány ö, fogalmazódott meg a két háború között. Ezután, a 45 után valóban tulajdonképpen egy, egy személyes kockázatvállalással párosult. Tehát aki egyszer az egyik diktatúrával már összeakasztotta a bajszát rád nézve. Köszönöm hát, az, az elismerést. Az szóval szembefordult, az, az azért sejthette, és sok információ birtokában volt, valóban sejthette azt, hogy, hogy, hogy a másik diktatúrával is, a, a baloldali diktatúrával is konfliktusba fog és kerülni. nagyon fontos dolgot mondasz, hogy, és te is mondtad, Nóra, hogy tudták, hogy mi vár rájuk. Na most miközben ugye már megtapasztalták a... Nyilasok meg a, a megszálló németek elleni ö, ellenállást és Tudhatták, hogy milyen ö, módszerekkel kell dolgozni. Akkor nem tűnik, megint, és megint elhozom azt a kifejezést, hogy naivitás. Nem tűnik naivitásnak, hogy ilyen áldozati attitűddel Dávid állnak hozzá a, a perhez. Még itt az előzőeket kiegészíteném tulajdonképpen azzal, hogy, hogy előzményként megemlíthetjük még a Demény is, ugye, ott gyakorlatilag az arról szól, hogy rákosi a maga oldalán vág rendet. Tehát akik a párton belül ö, konkurensei lehetnek, vagy akikről úgy gondolja, azokat gyorsan fél, félreállítja, még itt 1945-ben. És a másik, ami nagyon fontos dolog itt Jolánhoz kapcsolódnék, hogy rengeteg olyan, olyan per zajlik le, és a magyar kommunista párt anyagaiban vannak erre vonatkozó források, hogy egész egyszerűen a szovjetek elfognak. Bizonyos személyeket. Nem is, sok, sok esetben ezek nem ismert személyek, és a szovjet katonai bíróság elé állítják, egy ilyen statár és perbe gyakorlatilag elítélik, és utána mennek a gulágra. És nagyon sokáig ezekről az emberekről nem lehet semmit tudni a, a helyi közösségnek. De ezek ugye mindenhol ott vannak az országban. Tehát, hogy amikor arról beszél, beszélünk, hogy azért itt, itt sejthetőek voltak ezek a dolgok, amik történnek, az, az, azok, azokra ezek a dolgok is tulajdonképpen rámutatnak. Tehát amikor már eljutunk oda, hogy 1946 végén, második felében Elkezd a magyar kommunista párt, itt legfőképpen a kisgazdák kellene egy ilyen frontális támadást indítani, és ez, ez, ez kezdődik mondjuk sok esetben a sajtóban, és folytatódik utána a, a bíróságon, akkor ennek azért vannak egyébként kőkemény előzményei. És ami nekem ebben a filmben egyébként érdekes, hogy az Arany Bálintnak a, a személyében, hogy a és itt megint a Vidovics-Ferencet hozom fel, hogy a Vidovicsot is ekkor tartóztatják, le, ezt az előbb elmondtam, viszont azt nem mondtam el, hogy Arany is, illetve Vidovics is a kis gazdapártnak a szervezési vonalán dolgozik. Tehát, tehát adnak egy ilyen, egy ilyen kalapácsütést ennek a, a kisgazda szervezési vonalnak. Tehát szerintem az ő esetük az nem, nem véletlen, hogy, hogy pont ide sújt le ez az idéző elbetéve pont azért, hogy a kisgazdapártnak a szervezetének adjanak egy ilyen, egy ilyen gyomrost, amitől majd a később földre rogy. Ez mind nagyon jó, de nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy jellemző -e ez a fajta áldozati attitűd azoknál az embereknél, akik egyébként tapasztalattal rendelkeznek a háború Magyarország úgynevezett felszabadítása, vagy Magyarország megszállása igen komoly tapasztalatokat adott nekik. Tapasztalatokat adott az, hogy, hogy egy demokratikus választás után 1945-ben nem demokratikusan épül föl a hatalom megosztás, hiszen gyakorlatilag a belügyi hatalom teljes egészében a kommunistákhoz kerül, az erőszak szervezetek a kommunistákhoz kerülnek, és mindezek után nem úgy készülnek erre az egészre, hogy itt a konspirációs lehetőségeket kihasználva próbáljanak meg valamit elérni, hanem nyíltan áldozatként kiállnak és vállalják. Gyakorlatilag én azt láttam az ő személyükben, és ugye több embert megemlítettünk, hogy ők a végsőkig ki akarnak tartani, hogy a végsőkig ott akarnak maradni, hogy, hogy hát ha ilyen módon sikerül, sikerül ezt az áradatot megállítaniuk, de sajnos ez, ez ami Magyarországon ugye történt, ez, ez, már azzal eldőlt, hogy, hogy szovjet csapatok szállták meg az országot, tehát ugye Sztálinnak is van ez a klasszikus mondata, a háború megváltozott természetéről, miszerint aki elfoglal egy területet, arra rá kényszeríti a saját társadalmi rendszerét, és a az hogy, az, hogy valóban itt ugye sok minden tudnak erről, hogy a balti példát is említettem, vagy a 45 utáni példákat. Hát ez az, ők, a, vég, a végletekig ki akarnak tartani. Tehát ugye ez az aranybálint film is azért jó, mert mert, mert, mert egy, egy, példát ad talán ilyen, ilyen, szempontból, hogy, hogy valamikor nincs hová visszavonulni, valamikor nincs hová hátrálni, és ott, kell, ott ki kell tartani a végletekig. Én ezt nem áldozati attitűdnek gondolnám. Ha már, akkor inkább bár 19. századi fogalom a hősiesség, de számomra ez egy egy olyan aktuális. magatartás, mint egy olyan attitűd, és nem is a letartóztatás, mert ezt az ember soha nem tudja. De az aranybálintnál szerintem a kulcs, ahol ő valóban az én szememben hőssé válik, hogy amikor ő, vele, ő belőle kikényszerítik a beismerő vallomást, és utána ugye a nyilvános tárgyaláson ezt visszavonja, akkor na akkor szerintem pontosan tudja, hogy. hogy visszaviszik a, a cellába, és mivel rá, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, megint nem az áldozatiság ebben a fontos, hanem inkább az, hogy van egy olyan meg ez a függetlenség. A belső szabadságom akkor is megvan, ha a külső szabadság elveszett, és ezt a belső szabadságot képviseli ő azzal az egy gesztusával, amit tehet a bíróságon, hogy azt jelzi, hogy mindez, amit belőlem kikényszerítettek, az hamis, az hazugság. Tehát tulajdonképpen még egy utolsó kesztyűt tud dobni a, a bíróságnak, és ennek az egész eljár, eljárásnak a most képletesen az arcába, és ezzel egy, egy olyan erkölcsi attitűdöt, magatartás mintát tud tovább képviselni vagy mutatni, ami azt gondolom, hogy, hogy végig megvan, ha tetszik 56-ban, ugyanez a, a, magatartás jön elő. Tehát én azt gondolom, hogy egy magatartás mintának a, a felmutatása az akkor is fontos, amikor egyébként a politikai realitások azok, ellene szólnak ennek a fajta erkölcsi ellenállások, amit az arany képviselnek. Politikai és aztán erkölcsi, amikor már nincs politikai mozgás. Igen, és most, hát valóban régen, hogy említette, rengeteg ilyen per van itt 45 után is, vagy 56 után is, hogy amikor a amikor a valakiből kikényszerítenek valamilyen vallomást és utána az ügyészségem vagy a bíróságon mondja azt, hogy az belőle kikényszerítették. Persze utána nem foglalkoznak ezzel, de ez egy óriási bátorság kellett, hogy, hogy ő akkor abban a, a helyzetben, amikor többször megverték vagy esetleg a családtagjával zsarolták, ami szerintem még adott esetben egy, egy fizikai kényszerén is súlyosabb tud lenni, ő akkor azt mondja, hogy, hogy ezt, ezt, ezt ő nem mondta, vagy ő, ő belőle ezt kikényszerítették akkor. Milyenek voltak akkoriban a bírósági eljárások? Jolán, akár te is, tehát bármiféle emlék a szüleimtől. Én nekem is, nekem az a véleményem, hogy ezért van szükség ezekre a filmekre, amik ilyen igazából ismeretteljesztő jelleggel a fiatalok elé tárják, és ezt, ezt mi a rendhagyó történelem óráinkon is nagyon hangsúlyozzuk, egy olyan, szituáció, olyan szituációkat, amiket el se tudnak képzelni a mai fiatalok, hogy mik történtek, hogy a fasiszta szó az, az milyen könnyen rásütötték bárkire is, és hát az, az állandó, állandó jelző volt bizonyos volt, osztályok but... esetében. Sajnos. Fasiszta szervezettek volt a helyettes vezetője, apukám meg fasiszta volt, mert levente volt. Tehát, hogy milyen könnyen rásütöttek, ezért is fontos a mai világban is, hogy, hogy ne alkossunk olyan véleményeket, aminek nincs alapja, és ezért gondolom azt, hogy az ilyen film az, ami nem, tehát amit egy, egy iskolai órán is le lehet játszani, mert, mert vannak benne olyan bejátszások, amikor színészek alakítják azokat a szereplőket, akikről most beszéltünk, hogy, hogy a mai helyzetekben mikor például, amikor anyukámról azt mondják, hogy hát igen, elvitték, de biztos volt annak valami alapja, mert ok nélkül nem vittek el embereket, ezt a ma ember, a ma fiatalja nem tudja elképzelni, és ezért nagy szerepe van a médiának, a filmeknek, az, az ismeretteljesztő óráknak, a történészeknek, hogy a mai fiataloknak eléd, mai fiatalok elé tárják, hogy, hogy a mai nehézségek azok sehol nincsenek a, ezekhez képest, amikor 16, 17, 18 éves embereket Eltűntettek tíz évre a gyakorlatilag a földszínéről, és milyen lehetett hazaérkezni, amikor már megszabadultam megszab, ettől, ettől a tíz év után, és szinte ugyanabba jövök haza, amiben majdnem, hogy a, hát nem teljesen, de amiben a gulák táboraiban éltem. És ez, szóval én ezt nagyon sokszor elképzelem, mert nagyon sokkal találkozom a túlélők közül, akik ezt elmesélik nekem, még ma is, és el sem tudom, annyiszor meghallgatom, ahhoz hogy csak mondják, mert nem tudom igazából még én is elképzelni, pedig én ebben benne éltem ugye a 40 évig, amikor a szüleim csak, csak nekem beszéltek esetleg róla. Milyenek voltak a bírósági eljárás? A formai ö, szabályokat azért igyekeztek betartani. Tehát itt az, hogy ö, az ügyvéd, az ügyész, a, a, a jogra való hivatkozás, az meg volt. De én azt gondolom, hogy ami itt a meghatározó, és ezeknél a koncepciós pereknél a nagyon meghatározó, hogy az előkészítési fázis. Tehát az államvédelmi hatóság, ami ugye elhíresült AVH, annak az előzménye itt a, ennél a pernél az államvédelmi osztály, olyan szinten előkészítették a koncepciós vádakat a vádlottakat, hogy megfelelő módon beszéljenek, és itt tényleg a legkegyetlenebb eszközökre kell gondolni, és nagyon fontos, de Dávid is mondott, hogy hogy itt nem, a fizikai erőszak egy dolog, a családdal való zsarolás, a lelkileg való megtörés, és amikor már ez a megtörés és ez a koncepcióknak a teljes kidolgozása megtörtént, akkor már lényegében egy megdolgozott emberanyagot kapott készhez a bíróság, ahol már ennek mentén, természetesen a végig kidondolt koncepciós vádpontoknak a nagyon gondosan kidolgozott forgatókönyve mentén vitték végig a formailag szabályos, többé-kevésbé, azért hangsúlyoznom, itt is nagyon sok túlkapás is volt, többé-kevésbé szabályos jogi eljárást. Ugye itt még azért az 50-es évek pereihez képest, itt még ugye az elején vagyunk, hát ne felejtsük el, hogy formailag... Még van a demokráciának valami minimuma? Hát, hát még, 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 Nagy Imre, vagy Nagy, Imre, bocsánat, Nagy bocsánat, Nagy, Ferenc, még a... Nagy hogy még, még Nagy Imre a form, hát for, for, formailag itt még egy, egy, egy több párti demokrácia van, ahol a kis gazdapárt, a meghatározó erő a kormánypártban, és ugye az az egészen abszurd, hogy a, hogy a, a vád, tehát teljesen abszurd vád, ugye a demokrát, demokrácia ellenes összeesküvést végeznek azok a kormánypárti politikusok, akik tulajdonképpen <laughs> ugye a a demokráciát adják, a parlamentben. Igen, tehát, ugye, tehát maga, maga, a vád is nonsens, de emiatt valóban ugye a formai kellékek, tehát itt még van védőválasztás, és nem véletlen, hogy ugye a Donát György elmondhatja azt a nagyon híres beszédét, amiről még egyébként nagyon érdekes, hogy az akkor szabad népet tudósító Kende Péter írja a visszaemlékezése vagy, vagy adja az interjút, hogy, hogy rá a Donát Györgynek a, a végső szójogán elmondott beszéd, de milyen óriási hatást tett, és hogy ő először akkor bizonytalanodott el, hogy valójában minden vád igaz-e. Tehát, hogy itt még azért valóban, tehát keltek a bírósági kellékek, de a kulcs az valóban a katpolon, tehát a katonapolitikai osztályon, az Ávon, meg hát a szovjet tanácsadók esetében dől el, tehát hogy itt a politikai rendőrség, ami az első, kész, első perctől a belügynek a kezében van. Az a szovjet segédlete itt tulajdonképpen valóban a fizikai és a pszichés eszközöknek egy olyan eszköztárát vonultatja fel, ami miatt különlegesen nagy tartásról a tanúbizonyságot az az aranybáint, aki mindennek ellenére azt tudja mondani, hogy visszavonom. Nem vagyok hajlandó koronatanú lenni, mert hamis tanúvallomásokat kényszerítettek ki belőlem, tehát ebben a konstrukcióban, ebben a kontextusban értelmezhető igazán az ő, ő erkölcsi bátorsága vagy nagysága. Dávid, bocsánat, Dávid. Szólni Bocsánat akar. és akkor még egy dolog eszembe jutott még, amit ugye nem tudunk, hogy működik a népbíráskodásnak a rendszere és ugye a első fokon hogy ezek a népbírósági tanácsok úgy néznek ki, hogy a, ugye a nagyobb pártok delegálnak tagokat, illetve a szakszervezeti tanács, de ugye mai napig nem tudjuk azt, hogy a pártokban és ugye ilyen módon itt a, az első fokú népbíráskodási rendszerben is kik voltak a titkos kommunisták mert ez egy lényeges kérdés. És ami a másik dolog, ami ehhez kapcsolódik, vagy több mindenhez kapcsolódik itt, amit, amiről beszéltünk például, ugye, hogy a, az MKP hogyan vett meg embereket. Például ugye, ugye ott van Dobby Istvánnak az eset, aki az egyik kis gazda vezető, és aki együtt működik velük. Hogyan sikerül őt úgymond megvenni? Úgyhogy Rákosi, a Vorosilovnál elintézi azt, hogy a fiát hazahozzák a szovjet fogságból, Dobi Sándort. És, ilyen, ilyen, és pont azért írja Voroshilovnak, írja hogy hát azért kéne hazahozni Dobinak a fiát, mert amúgy is egy együttműködő figura, de ezzel még inkább... Még légmagukhoz kötnék. Igen. És Létezik ez... a makiavelizmus a rendszerben, tehát... És ez teljesen jól működik az ő szempontjukból. Nóra? Csak annyit még, hogy ez egy nem csak koncepciós per, hanem kirakat perként is indul. Tehát a rádió közvetíti, ugye a sajtó folyamatosan beszámol róla, és igyekezték is nagyon hangsúlyossá tenni a közvéleménybe. Tehát amikor ez a per elkezdődik, akkor lényegében a közvélemény mindenhol csak ezt hallhatta, a hír vagy a filmhíradók is erről beszámoltak. És Aranybálintnak a megnyilatkozása ilyen szempontból is egy fontos fordulópont, mert innentől kezdve ő elzárják már a közvélemény elől ennek a pernek a végkimenetelét, mert azt tapasztalják, hogy nem működik, nem merik nyíltan vállalni ennek a pernek a nyilvánosság elé tárását, mert, mert lelepleződik itt-ott számos ponton az az épület, amit ők fölépítettek. Na a de hát akkor mégiscsak amatőr volt való? Az miért van? Bocsánat, hogy ugye három halálos ítélet születik az ügyben, Veres Lajos, Donát György és András Sándor. Ráadásul Veres Lajos vezérezredes volt korábban, nyugalmazott vezérezredesként ítélik el. Két halálos idéd, Donát Veres Lajost végül is enyhítik életfogytiglani ítéletre, tehát, tehát ötlen, még, még, a, még a, öt a első fokon, Igen, őt első fokon ítélték csak halára, majd enyhítették életfogytiglani. Igen, hát nem csak Veres Lajosnak, András Sándornak igen, is enyhítették. Igen, de többeknek... Tehát első fokon három halálos ítélet. Donát György marad meg, az egyetlen gyakorló politikus. Ő a kormánypártnak volt egy képviselője, sőt egyébként itt a budapesti kormánypárt budapesti osztályok volt a vezetője, tehát egy mondjuk úgy, ha nem is az első vonalbeli horti korszak kormánypárti politikusa, de azért már nagyon erősen összekapcsolódik. Tehát ez fontos volt az egész üzenet, a koncepciós per üzenet a szempontjából, hogy úgy tüntessék föl Donát Györgyöt, mint a közösség vezetője, aki egyébként horti korszak egyik reprezentatív politikusa. Tehát ez, ez az ő személyének a kiválasztásában szerepet játszott. Ugyanakkor viszont, és ez is hozzátartozik a történethez, hogy amikor a koncepciót kidolgozzák, akkor azért itt arra is figyelni kell, hogy ki az, aki, aki bizonyos vádpontokat vállal, ki az, aki nagyon-nagyon határozottan elzárkózik, hogy magára vállaljon bizonyos terhelő dolgokat, és Donár György esetében ez nagyon jól megfigyelhető, sőt, tehát ezt több vonalon is igazolni lehet, hogy ő személy szerint megfogalmazta azt, hogy ő elvállalja a terhelő vádpontokat, hogy ezzel megvédje adott esetben például Dálnoki Veres Lajost is, és több olyan szemét, akivel azáltal, hogy ő magára vállalta a koncepciós vádaknak egy jelentős részét, ezáltal emberek életét mentette meg, mert így ők megmenekültek ettől a kényszertől. Ugye ez egy ját, dokumentumjátékfilm, nagyon fontos. Tehát uh, nyilván azok a, a részek, amelyeket uh, színészek játszanak el, szöveghűen idézik vissza a történetet, magát. Ugye Arany Bálintnak a koronatanú című visszaemlékezése volt az egyik fontos Itta. alapja ennek a filmnek, illetve hát a, a vizsgálati uh, anyagok, tehát a korabeli fennmaradt dokumentumokból próbáltuk amennyire lehetett nyilván lényegét, üzenetét tekintve hitelesen. Mi a célja a filmnek? szerinted Réka, a hősiesség megmutatása, az egyéni hősiesség mutatása, vagy pedig ennek a kornak a mérhetetlen brutalitásának és hazugságának a bemutatása, vagy a kettő együtt működik? Én azt gondolom, hogy igazából minden ilyen filmnek a legfontosabb feladata, hogy elkezdjen gond, kérdéseket tegyen föl, és adott esetben akár az órán, akár a családban erről a, Mert ez egy tabusított emlékezet volt. Tehát, Igen. hogy, hogy ugye, amir, mindenről, amiről beszéltünk, 90-ig valójában nyilvánosan nem lehetett beszélni. Tehát ezek az emberek úgy mentek el, vagy már nagyon idősek voltak a rendszerváltás után, hogy valójában a saját verziójukat nem mondhatták már el a nyilvánosság előtt, ellenben akik őket kihallgatták, a Berkesi András meg a Kardos György, azok meg fölépítették a maguk karrierjét, írók voltak, könyvkiadók voltak, tehát van egy óriási információs kárpótlás feladat is, a gondolkodtatás, és benne a, az egyéni mintáknak, a magatartás mintáknak a felmutatás, hogy mindig van, tehát nincsen olyan kényszerhelyzet, ahol nincsen döntési lehetősége az egyénnek, és a döntési lehetőség az mindig felelősséget is Ishoz, ez persze különböző kontextusokban különböző szinteket jelent ez a felelősség, de szerintem mindig van döntés, és hogy és vannak olyan alapértékek, mint a, a függetlenség, a szabadság, amik néha olyan nagyon evidensek és természetesek, néha meg nagyon nem evidensek, de hogy ezekről jó gondolkodni és tudatosítani, ezek fontosak, közösségi értékek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Műsorunk után rögtön kezdődik a Koronatanó című dokumentumfilm itt az m Önök az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclickhu n és a Youtube-on is. Az ez itt a kérdés következő adásában a 20. századi baloldali diákköreinek és a mai vók ideológiának a párhuzamairól beszélgetünk. Majd én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!